H2O Sellő mesék. Magyar hangok. Simonyi Piroska, Dögei Éva, Csúlya Fanni, Szalai Csongor. Menjetek csak! Majd sétálok. Em! Telefon! A lehető legnagyobb szívás a világon. A testápoló nagy része víz. Ha a delfin mérföldeket tud úszni, akkor mi is. Már testápolót sem használhatunk soha többé. De elúszhatunk akár Japánig. Ez hihetetlen, nem? A bőrünk meg kiszárad és ráncos lesz. 21 évesen olyanok leszünk, mint egy vénasszony. Ma kihagytam az edzést. 6 éve most először. Ez az. Látjátok, ez a szívás. Beszélnünk kell valakivel. A szüleink, egy orvos, a rendőrség... Hogy kényszerzóban a sellőként végezzük, vagy egy medencében? Felejtsd el. Rikinek igaza van, Clio. Nem szólhatunk senkinek. Még anyának sem? Nem. A szülőknek sem. De én mindent elmondok anyának. Hát ezt most nem. Túl veszélyes. Senki nem értené meg. Lecsukhatnak minket. Miért csuknának le? Mert mások vagyunk. Mert tudunk olyat tenni, amit mások nem. Mert félnének tőlünk. Jó. Nem szólok senkinek. Csak Louisnak. Nem, Clio. Se Louisnak, se senkinek. Jól van, jól van. Nyugalom. Nagyon jól tudok titkot tartani. Buliznunk, lányok! Nincs kifogás! Meg kell ünnepelnünk a házi szörfistenünket, a sármos Byront, aki megnyerte a nagy díjat. Milyen díjat? Hát azt, amit a szörfösöknek adnak. A part legjobb szörföse nagy fölénnyel nyert. Én épp Szoliban voltam, de biztos, hogy Byron elképesztő volt. Riki, te biztos, hogy ráérsz akkor a... Bocsi, de aznap este fogorvoshoz megyek. Szia, Clio! Ó, szia, Louis! Nem történt velem semmi különös, egyáltalán semmi. Csak ami szokott. Clio, te jössz Miriam buliára? Persze, hogy jövök. És ne felejtsétek el, lányok, elhozni a bikiniket. Medencés buli lesz. Jó, ha azt mondod, jössz,
Meggondoltam magam. Mégsem megyek. Olyan ciki lemaradni Miriam bulijáról. Soha többé nem hív meg minket senki. Nem. Szerencsére. Egy medencés buli. Tudom, hogy veszélyes, de talán ha szólnánk Louisnak, ő tuti vigyázna ránk, nem? Nem. Helyesen döntöttél, Clio. Egyikünk sem megy. Ne, várj. Azt hiszem, mennünk kéne. Byron miatt, nem Miriamért. A szörfezés olyan, mint az úszás. Kemény munka áll mögötte. Tudnod kell, hogy drukkolnak neked. Belezugtál Byronba, ugye? Na, nem én. Hát ez úgy hangzott, mint egy műzlés reklám. Ha többet tudnánk arról, mi történt velünk, megtanulnánk szabályozni, és akkor bulizhatnánk. Tényleg? Miről beszélsz? Egy csepp víz, és azonnal sellőfarkunk mű. Talán csak önuralomra van szükség. Azzal megfegyelmezhetjük. Ez jól hangzik. Remek! Fegyelem. Aztán mehetünk bulizni. Rácsörgök Louisra. Felfogtad, hogy úsztod kell, hogy leteszteljük az elméletet? Mi? Az kizárt. Felejtsük el. Gyere! Itt nem mély a víz. Nem. Kérlek, Leo. Nem. Nem. Jó. Menjünk, Ricky. Fegyelem és önuralom. Csak koncentrálj. Nincs uszony, nincs uszony, nincs uszony, nincs uszony, nincs uszony, nincs uszony. Kiárult el a titkomat. Ez az én kedvenc és egyben szuper titkos horgász helyem. Legalábbis az volt. Bocsi. Semmi baj. Hé, megkaptam az üzenetet, hogy jössz a buliba. Ó, az egy régi üzenet volt. Mégsem megyek el. Túl sok a leckém. Jó. Hát, akkor jövök én is úszni veletek. De pucérak vagyunk. Akkor csak megmártózom. Menj el, Louis. Én felajánlottam. Nem hív meg minket többé senki a legjobb bulikba. És miért? Mert úszonyunk van. Az úszó karrieremnek vége. Csak egy kérdésem lenne. Miért én? Nem kértem, hogy ez történjen velem. Még te panaszkodsz? Fél éves korom óta edzek, hogy úszó lehessek. Hát búcsúzzunk el a krémektől, mert a halaknak az nem jár. Elképesztőek vagytok. Nézzetek magatokra. Te a levegőből iszol vizet, és... Emma... Te meg most csináltál jégkrémet. Bárki más megveszne azért, ha ezt tudná. Szédületes képességet kaptatok, és ti meg csak nyafogtok és nyafogtok. Én nem tudok ilyet. És hallotok panaszkodni? Nem. Ebből elegem van. Nem akarok nyafka barátnőket. Megértem az érzéseit. Néha már én sem akarok barátkozni magammal. Louis, mit gondolsz Rickyről? Hát a szeme néha olyan szúrós, mint egy sűn háta. És amikor mérges egy egész foci csapatot, meg tudna ölni a tekintetével. Egy kicsit emlékeztet arra... Kösz, srácok! Nyugi! Gratulálok, Byron. Hányadik helyen állsz? Biztos a legjobb 20-ban. Fogd vissza magad, jó? Hé, Zén! Száraz vagy. Ez biztos fura érzés. Hé, Louis! Nem tudom, hogy mi történt azzal a tűzcsappal, de ha még egyszer felemlegeted, letekerem a fejedet a nyakadról.
Ne vedd fel, Louis. Igaza van. Nem éri meg pajtás. Attól jobb lesz? Nem. Byron annyira kedves srác. Emmának igaza van. El kell mennem Miriam buliára, hogy érezzed, drukkolok neki. Hiszen egy igazi hős. Jó, csak menj. Gondolod? Igen. Ha neked úgy jó. Cleo, én nem értelek. Az egyik percben menni akarsz, aztán már nem. És most megint. Biztos nem lesz baj abból, hogy kihagytál még egy edzést? Főleg a bajnokság előtt. Még betegen is elmentél edzésre, akkor is, amikor eltört a csuklód és egy karral úsztál. De ha rosszul van, orvoshoz kéne vinni. Orvosra nincs szükség. Drágám, mostanában rengeteg időt töltesz a szobádba zárkózva, vagy a fürdőszobában. Nem szeretnél beszélni róla? Nincs miről. Nem baj, ha érzékeny vagy. A te korodban egy lány rengeteg változáson esik át. Pontosan, anya, ezt eltaláltad. Szia, Miriam! Csak azért hívlak, hogy szóljak, mégiscsak el tudok menni a buliba. Azt hiszem. Hát, csak gondoltam, jobb, ha szólok. Hogy mit veszek fel? Amiatt ne aggódj. Most. Tíz, kilenc, nyolc, hét, hat, öt, négy, három, kettő, egy. Ah. Ricky, leülhetek? Hogy ne, nyugodtan, csak ne mellém. Tudom, hogy sokat veszekedtünk. Kösz. De nem tudod, mi baj a Cleónak? Miért gondolod, hogy bármi baja van? Mert vagy százszor hívtam, hogy jöjjön el Miriam buliára, és mindig meggondolja magát. Talán nem tetszel neki. Erre nem gondoltál? De már ez is megfordult a fejemben. Aztán eszembe jutott, hogy ha veled lóg, akkor nem lehet túl igényes. Na, szia, Louis. Ne, elárulnám, mi baj a Clio? Nem. Kérlek, tudom, hogy baj van. Ma még nem is beszéltem vele, érted? Én csak egyedül szeretnék lenni, ezért megtanít, hogy... Mi a... Áú! Ez forró! Valaki szórakozik velem! Örülök, hogy hívtál. Sajnálom, hogy annyit nyafogtam mostanában. Általában nem ilyen vagyok, de tudod, olyan... Á, nyugi! Mutatnom kell valamit. Jól van, kíváncsivá tettél. Mit akarsz mutatni? Hé, lány! Megint pucira? Most épp dumcsizunk, érted, Louis? Jó, de csupaszom. Menj el, Louis! Nem, horgászni jöttem. Kicsit feszült vagyok, és nyugalomra vágyom. Ha valaki elmegy, azok ti lesztek. Ne nyomulj, Louis! Én nem Cleóval kéne lenned? Nem, dehogy. Már a totál kiakasztott. Nem értem, mi van vele mostanában. Semmit sem képes eldönteni. Értitek, mire célzok? Ez Cleo. Mégis megy a buliba megint. Feladom. Louis, tégy meg egy szívességet. Gondoskodj róla, hogy Cleo ne menjen egyedül a buliba, hívd fel! Horgászni akarok! Louis, ez fontosabb, lehet, hogy bajba került.
Nem vagyok a csicskása. Miért néztek ennyire baleknak? Azt hiszitek, csak kiadjátok a parancsot, és én ugrom? Nem veszi fel. Lehet, hogy nagy bajban van, Louise. Szereted őt, nem? Hát, mint egy barátod szokás. Menj! Ez medencés buli, emlékszel? Igen, tudom. De sajnos sikerült megfáznom. Így nem tudok úszni. Ma nem. De hol van Byron? Bármelyik percben megjöhet. Ebben akarsz lenni? Ó, igen. A megfázást komolyan kell venni. Epci! Fúj! Clio, nem tartom jó ötletnek, hogy eljöttél. Nehogy a végén még mi is elkapjuk. Menj haza. Nem, jól vagyok. Tényleg semmiség. Ettől még bulizhatok. Tőlem? Csak menj az udvarra, és ne nyúj semmihez. Rendben. És ne igyál semmit. Jó. A lényeg, hogy nagy évben kerüljen mindenkit. Úgy lesz. De gáz. Nézd már, ki jön itt! Épp egy kis mókára vágytam. Ne! Vissza! Ne csináld ezt, Clio! Jól mulattál, amikor eláztam a múlt héten. De most te jössz. Megfáztam. Nem mehetek vízbe. Influenzám van. És fertőző. Gyerünk! Fürdetés. Dobjuk be. Lehet, hogy tüdőgyulladás. Clio. 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 Louise! Nem hittem, hogy eljössz. Jaj, ne. Csak épp erre jártam, gondoltam Benny-t. És minek a pecabot? Enélkül nem megyek el otthon. Nem láttátok Cliót? Kint van a medencénél, terjeszti a bacikat. Ne, kérlek, elég, kérlek! Mit gondolsz, Nate? Háromra? Egy! Kettő! Engedd el, Nate! Ha te kéred! Elment az eszed! Te mondtad, hogy engedjem el. Elengedtem. Erre inni kell, srácok. Na, menjünk be. Annyira sajnálom. Louise, valamit tudnod kell. Nem kell magyarázkodnod. De, ez muszáj. Mert mostanában furcsa voltam. Ne jegy meg, de... Segítened kell. Ne hagyj itt! Ki kell húznod innen. Louise, kérlek. Hol vannak a többiek? Oda bent. Nem segítenétek? Nagyon nehéz. Ez nem lehet. Ha vizesek leszünk, mi is átváltozunk. Ezt szeretnéd? Ti ketten is? Mindhárman? Ez komoly? Ezt meg kizárta be. Nem, nincs bezárva. Gyúrni kéne járnom. És most hogyan tovább? Vigyázz, Louise. Ahhoz égett.
Na tessék, gőzfürdő. Ez a varázserőd. Lányok, mi folyik itt? Majd később elmondjuk, Louis. Ricky, gyere! Sose bírtam a medencés bulikat. Mi történt? Nem ártana megnézetned a medence fűtését. Szia, Byron! Sziasztok! Te miért nem vagy a bulin? Hol? A medencés bulin, amit Miriam szervezett neked. Miriam? Az a szőke lány, ugye? Én nem szeretek bulizni. Mennem kell. Jó a deszka. Jó a lába. És jó az ízlése. Már biztos kitaláltad, hogyha elárulsz minket, akkor véged? Nem őrültem meg. Erre bárki rájön belőletek, kísérleti nyulat csinálnak. Kiléptem az úszó csapatból. Ó, Emma, tudom ez mennyit jelentett neked. Igen, de mit tehetnék? Ez a dolog már túlnő rajtunk. Nekem ez már túl sok. Jó, tisztázzunk valamit. Te fagyasztani tudsz? Te robbantani, te meg felforrósítani dolgokat. És néha uszonyatok nő. Ez nagyon bizarr. Bizarr, igen. De néha azért jó is. És néha nem annyira jó. Ez... Erre nem találok jó szót. Én igen, hármat is. Totálisan elképesztő csoda.